Kapott a város, én a város szimbolizáló egy emberként vehettem át, és ez megtiszteltetés, én ezt örömmel tettem. Az úgynevezett kerékpáros barát település kitüntető címet, ezt néhányak kapták meg az elmúlt évre vonatkozólag. Olyan városok, vagy akár kisebb település is kaphatott ilyet, meg nagyváros is, ahol a biciklisséget aktívan kezelik és törődnek. Vele, és hozzávaló programok és beruházások vannak. Nagykanizsán azt hiszem, néha persze már szinte túlzásosnak is gondoljuk, néhányan gondolják, hogy sok ilyen történik. Én azt gondolom, hogy ez jó. Én gyalogosként is örülök a bicikliseknek, és szerintem fordítva is ez az együttélés, ez, ez jól történhet. Kanizsán én erre sok példát látok. Világos, hogy néha persze egy, -egy profitorientált <laughs> megmozdulás kapcsán akár lehetnek rossz érzéseink is, de, de komplexen kezelve a biciklisséget nagyon sok pozitív hír van mögöttünk és előttünk, én ezt remélem, és ezért voltam büszke, amikor átvettük a, a, a kitüntetést jelző szimbólumot, ezt a táblát, ez most itt lesz majd a hivatalban, de, de én azt szeretném, ha eljutna minden kanizsaihoz a hír, hogy erre is büszkék lehetünk. És hadd mondjam el még azt, akárha hosszabban szólhatok, hogy Állítólag Magyarországon az ország lakosság 22%-a az valamilyen módon kötődik a, a biciklisséghez. Vannak, ahol ezt nagyon életszerűen is teszik, munkába járó eszköz, sőt, munkaeszköz is. És érdekes módon ez akár Európában is jó adat, mert Hollandia, Dánia után harmadikak vagyunk egy ilyen toplistán. Úgyhogy talán nem véletlen, hogy ezen a téren vannak további álmok, elképzelések és megvalósítható, reális célok. És természetesen nem egyszerű feladatok, mert mint minden ilyen környezet, barát, természetbarát dolog kapcsán előjön a szemlet változtatás szükségessége. Ezt nem könnyű megtenni, mert világos, hogy aki nem biciklisnek született, az azért nem egykönnyen válhat azzá de, de a szemléletformálásnak különösen a fiatalok körében van erős lehetősége, és én abban is hiszek, hogy, hogy, a városlakó felnőtt társadalom is mögé tud állni egy ilyen dolognak, ha kellő információhoz jut, ha, ha lát jó dolgokat, és én település vezetőként, a, a település barát polgármesterként, ha így fogalmazhatok, célomnak érzem azt, hogy ezen a téren is, és más téren is a nyilvánossággal minél bővebben és tisztességesebben megosszam az információkat. Most például örömmel voltam Budapesten Nagykanizsát képviselve, hogy ezt a kitüntető szimbólumot átvegyem.